Nyárindító véradás és jótékonysági gyűjtés akcióban a Vörös Kereszt. 10 éve Miskolcon gálaműsort tartott a nyitott ajtó baptista központ. 125 éves a miskolci villamos közlekedés, nagyszabású rendezvényre készülnek. Jó estét kívánok! Kezdődik a híradó 2022. június 10-én pénteken 18 órakor. Jöjjenek a részletek! Adományt gyűjtött a Vörös Kereszt megyei szervezete az egyik belvárosi szórakozóhely teraszán az Ukrajnából menekült és jelenleg Miskolcon élő gyerekek nyaralásához. Több mint 10 zenés és zenekar támogatta a kezdeményezést. A szórakozóhely belső terében pedig véradást szerveztek, hogy zökkenőmentes legyen a nyári vérellátás. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Müller Gréta, gimnazista, Rád Károly érkezett, hogy dalával még több fiatal csalogasson a belvárosi szórakozóhely teraszára, és minél többeket biztassanak arra, hogy ha tehetik, segítsék a háború elől Miskolcra menekült gyerekeket. Fontosnak tartom, hogy segítsünk ott, ahol csak tudunk, és mikor megkaptam ezt a felkérést, hogy segíthetünk ezeken az embereken, én fontosnak tartottam, hogyha én ezt hozzá tudok járulni, akkor igenis jövök és időt szakítok rá. Müller Gréta mellett többek között a Nahaj Akusztik, a Tisztakosz, a Holdeső, Viula Mihályló és tanítványai is felléptek a délután folyamán a Helynekem teraszán. De nem csak kint, bent is a jótékonykodásé volt a főszerep. A szórakozóhely belső terében véradást is szerveztek fiataloknak. 4. éve szervezzük közösen a véradás napot a Helynekembe. Mindig is nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan ügyek mellé állhassunk, amit mi is fontosnak tartunk, illetve ami a városunkba fontossággal bír. Így nekem nem volt kérdés, hogy ez egy olyan nap számunkra minden évben nyáron, amikor fogadjuk a Vörös Kereszt csapatát. Sokan nyújtották karjukat azért, hogy másokon vérükkel segítsenek. Köztük Bájer Máté, Amikom újságírója is. Alapvetően nem a véradás miatt jöttem, de amikor láttam, hogy véradás van, úgy gondoltam, hogy miért ne adhatnék egy kis vért, hiszen olyan célokra megy ez a mostani véradomány, amivel én is egyetértek. A Vörös Kereszt megyei véradás szervező koordinátora szerint a nyár mindig nagy kihívás elé állítja a szervezőket, mert a szabadságolások miatt csökken a véradó kedv. Ilyenkor mindig szeretjük valami nagy felhívó akcióval kérni az embereket arra, hogy a szabadság alatt is azért próbáljanak meg odafigyelni arra, hogy egy-egy alkalommal jöjjenek el véradásra, mert a betegek nem mennek nyári szabadságra, úgyhogy a nyári időszakban is ugyanúgy szükség van a vérre a vérkészítményekre. A véradók más emberek gyógyulásához járultak hozzá. A teraszon gyűjtött pénzadományokból pedig az ukrajnai gyerekek nyári kikapcsolódásához nyújt majd segítséget a Vörös Kereszt. Több mint 50 pedagógus kapott elismerést a Miskolci Tankerületi Központ ünnepségén. A szervezetnél már hagyomány, hogy június elején pedagógus nap alkalmából ilyen formában köszönik meg kiváló dolgozóik munkáját. A Diósgyőri Gimnáziumban megrendezett ünnepségen miniszteri elismerő okleveleket és pedagógus szolgálati emlékérmeket adott át László István tankerületi igazgató és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Az eseményen Miskolc városát Veres Pál polgármester képviselte. Már 10 éve vesz részt a város és a megye szociális, oktatási és szakképzési feladat ellátásában a Nyitott Ajtó Baptista Központ. A kerek évfordulót különleges gálaműsorral ünnepelték a Művészetek Házában. Tanárok és diákok együtt léptek fel a Művészetek Háza színpadán. A gála műsorral azt ünnepelték, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Központ már 10 éve vesz részt a város és a megye szociális, oktatási és szakképzési feladat ellátásában. A Nyitott Ajtó Baptista gyülekezet észrevette a környezetében élő szükséget, és talán megpróbáltatok arra gondolni, hogy milyen lenne, ha fordítva történne az élet. Hogy mit kérnétek, mit vágynátok, és elkezdtétek azt adni azoknak, akik most ehhez a szervezethez kapcsolódva
oktatási, szociális szolgáltatásokat kapnak. Azok, akik az átlagtól rosszabb körülmények között kénytelenek élni, gyakran válnak kitaszítottá, bűnbakká vagy áldozattá, mondta Miskolc alpolgármestere. Varga Andrea szerint ez ellen tenni kell. Önök éppen ezt teszik. Oktatással, felzárkóztató, foglalkoztató és kulturális programok szervezésével, szociális étkeztetéssel és ellátással, türelemmel, szeretettel és hittel. A Diósgyőri Baptista gyülekezet 120 éves egyházi múltra tekint vissza, a 90-es évektől pedig folyamatosan bővült a tevékenységi körük, míg végül a Vasgyárban működő iskola és az óvoda is a fenntartásukba került. Nekik is köszönhető, hogy az elmúlt években nagy mértékben nőtt az egyházi intézményekbe járó gyerekek száma, Soltész Miklós szerint. Mind az itteni tanítási elveiket, mint pedig az országos elveiket, két dolgot mindenképp fontosnak tartanak. Az egyik a kereszténység által és a kereszténység üzenetéből fakadó értékeknek az átadását, nyilván ez a legfontosabb, de emellett pedig a nemzet szeretetet, az ország szeretetét is. A gála műsoron a Nyitott Ajtó Baptista Központ fenntartásában működő intézmények növendékei léptek fel. A Miskolci Egyetem idén is felkerült az egyik legismertebb nemzetközi felsőoktatási ranglistára. Egy londoni cég minden évben elkészíti a világ felsőoktatási intézményeinek rangsorát. A 2023-as listára 11 magyar egyetem került fel. A Miskolci Campus két másik magyar intézménnyel együtt a legjobb 1200 közé került. A négy nagy magyar tudományegyetem, tehát a szegedi, debreceni, pécsi és az ELTE a legjobb 750-ben szerepel. A lista összeállításakor 6 szempontot vesznek figyelembe. A többi közszámít az egyetemi világban szerzett elismertség, a tudományos munkák idézési gyakorisága, illetve a külföldi oktatók és hallgatók aránya is. Örökbe fogadták és elsőként teszik rendbe civilek az Európa teret. A Pattársak Miskolci Civil Közössége a Függetlenek a Színva Városáért Egyesülettel közösen gyomtalanították a virágágyásokat, hamarosan pedig lefestik a virágládákat, a padokat és a térjelképének számító csillagokat is újra festik. A város főkertésze szerint a Fogadj örökbe egy közterületet nevű önkormányzati pályázatra 14 szervezet és magánszemély jelentkezett jobbnál jobb ötletekkel. Csütörtökön délután a főkertész irányításával a terület önkormányzati képviselője és civilek dolgoztak az Európa tér megszépítésén. Kapáltak, gerebjésztek és kiszedték a gyomokat a tér virágágyásaiból. A Pattársak Miskolci Civil Közössége és a Függetlenek Szíve Egyesület jó ötletnek tartotta a Fogadjunk Örökbe egy közterületet nevű önkormányzati kezdeményezést, ezért közösen határozták el, hogy jelentkeznek a pályázatra, és rendbe teszik ezt a belvárosi területet. Tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak az önkormányzatok, milyen elvonások terhelik, és gyakorlatilag azok a sarcok, amik az önkormányzatot terhelik, gyakorlatilag minden miskolci polgár is sarcolja bennünket. Most ebben a helyzetben tudjuk, hogy nehéz úgy rendbe tartani a közterületeinket, ahogy valójában illene és jó lenne. Kónya Zsuzsanna hozzátette. Azért erre a térre esett a választásuk, mert az unióhoz való tartozás fontos számukra. Cifrusz Natália, a város főkertésze elmondta, hogy a Fogadj örökbe egy közterületet pályázatra május végéig 14 szervezet és magánszemély jelentkezett. Jobbnál jobb ötletekkel egyébként, azzal, hogy a saját környezetüket, a lakóhelyüket hogyan szeretnék szebbé, élhetőbbé és a saját igényüknek megfelelően jobbá tenni. Ennek egy mozzanata most a Pattársak Civil Közösségnek a megmozdulása itt az Európa téren. A virágágyások rendbetétele után hamarosan lefestik a virágládákat, a padokat, és a tér jelképének számító csillagokat is újra festik. Folyamatosak az egyeztetések a többi jelentkezővel is, hogy terveiket városszerte mielőbb meg tudják valósítani. A vállalások között szerepel padfestés, tértakarítás, közösségi helyek és mélegelő kialakítás is. A ciklus legelejétől, 19 őszétől kezdődően igyekszünk foglalkozni az Európa tér problémáival.
folyamatosan árajánlatokat kérek, ötletelünk a szakembereinkkel, hogy hogyan tudnánk élővé tenni ezt a teret, hogyan tudnánk a problémákat megoldani. Azt láttuk, hogy nagyon sok milliós, sőt több 10 millió forintot is meghaladó mértékben tudnánk rákölteni értelmesen az Európa tér fejlesztésére. Most legutóbb egy olyan 6-8 millió forintos fejlesztést céloztunk meg, forrás hiányában azonban csak lépésenként tudunk haladni. Szokó Tibor alpolgármester a terület önkormányzati képviselője saját munkájával és képviselői alapjából is támogatta a civilek kezdeményezését. Ismét a könyvek birodalmává változott az Erzsébet tér néhány napra. 93. alkalommal rendezték meg az ünnepi könyvhetet és 21. gyermekkönyvnapokat. Az ünnepség díszvendége Szabó T. Anna József Attila díjas költő műfordító volt, aki szerint az írott szó ismét mérföldkőhöz érkezett. A könyvhét még szombaton is várja az olvasás szerelmeseit. A zene, a könyvek és az olvasás szerelmesei töltötték meg az Erzsébet teret csütörtökön. Az ünnepi könyvhét ismét izgalmas programokkal tért vissza. Két éve ugyanis a vírus miatt csak online formában tudták megszervezni, tavaly pedig szeptemberre csúszott. Most azonban kinyitott az irodalmi terasz, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal és koncertekkel készültek a szervezők. A csütörtöki ünnepség díszvendége Szabó T. Anna, József Attila díjas költő műfordító volt. A mostani könyvhéttel sajnos ismét mérföldkőhöz érkeztünk a magyar könyvhetek történetében. A könyvek, a globális papírhiány, az energiaárak, a szállítási nehézségek és az infláció miatt sajnos drágábbak lettek. Sok írónak, köztük ismert szerzőknek is az előfizetőgyűjtés és a magánkiadás lett a legelérhetőbb, illetve a leggyorsabb opció, mert minden tekintetben kockázatosabb lett a könyvkiadás. Éppen ezért bír nagy jelentőséggel, hogy a 93. könyvünnepen a helyi alkotók mellett más közismert szerzők is új kötetekkel jelenhettek meg a standokon. A magyar könyves ünnepek hagyományát olasz mintára Subka Géza 1927-ben Miskolcon kezdeményezte. Ha most szétnézünk, azt látjuk, hogy teljesült Subka Géza álma. Azt mondom, sorsfordító idők tanúja ez a tér. Mi miskolciak büszkék vagyunk arra, hogy mindez nálunk, itt, ezen a téren, a mi városunkban született meg. A könyvet ünnepelni jöttünk ma ide valamennyien. Úgy, olyan szeretettel, ahogy Subka Géza megálmodta 1927 pünkösdjén. Az ünnepi könyvhét még szombaton is izgalmas programokkal várja az olvasás és könyvek szerelmeseit. 125 évvel ezelőtt indult el a villamos közlekedés Miskolcon. Az évforduló megünneplése a múzeumok éjszakáján június 25-én is lesz. Az érdeklődőket már délutántól várják a közlekedési társaság telephelyére, ahol az MVK korábbi és jelenlegi járműveire is fel lehet szállni, és veterán autókat is megcsodálhatnak az érdeklődők. A rendezvény arca a közismert lemezlovas DJ Dominik lesz. Közismert vendéget szállított egy nagymúltú, amerikai gyártmányú autó pénteken az MVK telephelyén. Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik utazott a Chryslerrel. A lemezlovas a rendezvény arcaként már készül a miskolci villamos közlekedés évfordulójára. Nagyon komoly vonzalmam van mindenhez, ami retro, és mindenhez, ami értéket képvisel. Hát ezek az eszközök, például ez a villamos itt mögöttem nagyon komoly értéket képvisel. Én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk erre vigyázni és figyelni. 125 éve annak, hogy Miskolcon elindult a villamos közlekedés. Az évfordulót pedig mindenképp a miskolciakkal együtt szeretné megünnepelni a közlekedési társaság. A rendezvény a múzeumok éjszakáján, június 25-én délután 2 órakor kezdődik. A múzeumok éjszakájához is kapcsolódik, tehát ugye belenyúlunk vele egészen az esti zárásig. Lesztek zenés programjaink, lesz a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola bemutatója, honvédségi bemutatók, a magyar közút járművei megtekinthetőek lesznek. Nagyon sok veterán autó érkezik, illetve megmutatjuk a legújabb fejlesztésünket, az elektromos meghajtású autóbusznak a töltőinfrastruktúráját, magát az autóbuszt.
Az új elektromos buszt is ki lehet majd próbálni. Az MVK telephelye és a Színva Park centrum megállók között ingyenes autóbuszjárat közlekedik, illetve a tiszai pályaudvarról villamossal közvetlenül lehet majd díjmentesen utazni a Szondi utcai telephelyre. A részletes program az MVK honlapján elérhető. Utolsó hazai alapszakasz mérkőzését játssza a hazai amerikai futballbajnokság legmagasabb osztályában szereplő Miskolc Steelers. Szombaton 14 órától az atlétikai centrumban a Budapest Wolves együttese lesz az ellenfél. Hazai pályán természetesen a győzelem megszerzése a miskolci csapat célja, akiknél bemutatkozik az új amerikai támadójátékos. Ez az utolsó hazai alapszakasz mérkőzés nagyon sok mindenről dönteni fog, mivel ha Budapest Wolves legyőzzük, akkor akár még az első helyet is megszerezhetjük az alapszakaszba. Ezzel a téttel lép pályára tehát a Miskolc Steelers szombaton újra az atlétikai centrum pályáján. Az acélosok korábbi játékosa edzője a mindkét együttes számára nagy téttel bíró bajnoki előtt elmondta. A fővárosi ellenfél kezdő irányítója megsérült, így ezen a poszton gyengülnek, de minden egyéb csapat részben több válogatott is van keretükben, éppen ezért a sérülés ellenére is egy erős és kellemetlen riválisra számítanak. A házigazda szempontjából azonban jó hír, hogy mindenki egészséges a keretben, sőt, egy komoly erősítésről számolt be Aggott Péter. Igazoltunk még egy amerikai játékost, aki több poszton bevethető wide receiver, free safety és running back irányító posztokon is sokoldalú játékos. Ő már játszott 4 évet Magyarországon, a Szombathelyben, ott ilyen vezéregyéniség volt. 2019-ben az elődöntőbe ő vert meg minket, ezért igazoltuk le. Trenin Howard a mexikai bajnokságból érkezik Magyarországra, és az atlétikai centrumban szombaton 14 órakor kezdődő mérkőzésen már be is mutatkozik a miskolci publikum előtt. Aggott Péter egy végletekig kiélezett, csak a záró negyedben eldőlő mérkőzésre számít hasonlóra, mint a Cowboys elleni volt, de ezúttal a Miskolc Steelers számára kedvező végeredménnyel. A híradó végén jöjjön egy programajánló, különleges lebonyolítással és útvonallal jubilál a Bükki-hegyi maraton a hétvégén, június 11-én és 12-én a 30. hegyi futóversenyt rendezik meg a már ismert 1991-es első viadal útvonalán, így a jubileum kapcsán az Ómassát, Bánkutat és Jávorkutat is érintő útvonalon küzdenek majd a heggyel a maratoni és a félmaratoni távolrajthoz állók. A futók, a futás ünnepe vasárnap is folytatódik, de akkor már az elmúlt években rendszeresen használt Csanyik környéki körpályán küzd majd 9 órától a mini és a kismaraton mezőnye, és lesz egy új kategória is, félmaraton párban elnevezéssel. Szintén újdonságként említhető, hogy vasárnap az első királyasztal mountain bike maraton hegyi kerékpáros verseny zárja majd a jubileumi hétvégét. Sok napsütés, erős szél, ez vár ránk a hétvégén, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Mai riportjainkat a minap.hu-n és Facebook oldalunkon visszanézhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!